Na, hát 2024 első videó, így már lassan a második hét végén jött össze az, hogy végre a tavaly megrendelt alkatrészek ideértek. Hiába volt, amire tényleg több mint 2 hónapot kellett várni. De hát sajnos ez van, amikor messziről jön, igaz, hogy olcsóbb, de hát az idő az itt pénz. De nem volt sürgős szerencsére. Úgyhogy hát jelen esetben most itt még a motorarzenál parkol a szerelőasztalon, viszont egy visszatérő, ugye őt már láttátok egy vagy két résszel ezelőtt, ugye Zsoltinak a 850-es gépe, és hát ő is szerzett hozzá egy gyári CFS plexit, ami még kicsit föl is van tuningolva, hogy nézem, mert ilyen fém csavarokkal van rögzítve rajta a plexi része. Szemben ugye az enyém az, amit sikerült Miskolcról szerválnom, az meg ezekkel a gyári fekete ilyen, hát ezek is ilyen műanyag csavarok, igazából nagy jelentősége nincs. Úgyhogy ő lesz föltéve, aztán variátorba érkezett ugyancsak a messziségből a hátsó variátornak, ami ugye szét lett szedve, annak van ilyen csúszkája, és ezek kopottak voltak rajta, úgyhogy rendeltem hozzá, és ezeket ki fogjuk majd benne cserélni. Valamint, ahogy mondtam már sokszor, piros tasakos, van róla ugye már videó, amikor az enyém lett elkészítve, hát most a Zsolti is el lesz, ugyanúgy, mint a két ülésbe ülésfűtés lesz beszerelve. Ugye itt a gyári kábel kötek hozzá, a gyári relé megkapcsoló, hát gyári kínai, vagy a fenc tudja, hol csinálják, mint amit már nem ott gyártanak, az már általában hamisítvány, de ez sanszos, hogy az is kínai. Amit érdemes ugye rajta megcsinálni, hogy ez a csatlakozó, ugye ez van az ülésnél, és a betáp vezetéke, ez egy 4-es vezeték, ehhez én szereztem ilyen gumírozott 4x075-ös kábelt, és ebből egy fél métert érdemes beletoldani, mert sajnos maga a vezeték az pont olyan hosszú, hogy végigéri a gépnek a vázát, ahol fut rajta a gyári köteg, de egy kicsit feszül miatta, úgyhogy az a fél méter, ami belekerül, az viszont már úgy pont kényelmesen megy. És akkor a másik érdekesség, ami még ugyancsak gyári alkatrész, ő az egyik, őt már láthattátok szétszedve a múltkor a Zsoltinak a gépéből, valamint a másik, ő pedig ugye fékerű elosztó és fék kapcsoló, vagy féklámpa kapcsoló, ugye ő a két körös, tehát azt hiszem az két első kerék megy tár rá, ha jól emlékszem, de majd megnézzük, és megpróbáljuk, mert ugye azóta, hogy vissza lett hozzá víve, megint csak előjött ez a fék probléma, akár csak a féknek a felkeményedése, valamint a féklámpának is a kapcsolása. Úgyhogy ez egy visszatérő probléma lett. És meglátjuk, hogy ezzel az új kapcsolóval és az új fékerő elosztóval sikerül-e végre orvosolni ezt a problémát, vagy esetleg még tovább kell bogarászni, bár már olyan túl sok alternatíva nem nagyon marad mellette. Úgyhogy egy mozgalmas kis napnak nézünk elébe. Hát még most konkrétan este van, úgyhogy holnap lesz a nagy nap, majd Zsolti is jön hozzám, és akkor ketten neki állunk. Hát igazából mondtam, hogy javarészben őre azért lesz szükség, mert a fék légtelenítéshez az itt sajnos két emberes. Az összes többit azt igazából egyedül megoldanám, de hát társaságban jobban telik az idő, meg amúgy is csípem úgy, mert Zsolti nagyon jó fej. Próbálnék mást mondani. Úgyhogy hát remélhetőleg lesz megint egy jó kis szerelős videó az egészből. Hát ugye a gépet értelemszerűen berakjuk majd ide az asztalra, innen majd el kell pakolni, és akkor föl lesz majd emelve. De hát mindenféleképpen szépen fejlődik Zsoltinak is a gépe. Tényleg ez, hogy most már lesz rajta egy plexi, mondtam neki, hogy azért az ég és föld egy plexi mögött utazni. Persze a terepen, aki ott használja, ott semmi értelme, csak nagyobb hátrány, mint előny.
volt ugye alkalmam nekem is annak idején, mikor a kvadzonnal voltunk túrázni, és elvittem az első túrára, én kis naív, fönt hagytam a gépen, hogy jó lesz az, hát persze, csak amikor olyan helyen megyünk, ahol le kéne nézni a gép elé, hogy mégis hol kéne elmenni, hát ott riktig, hogy a lehető legrosszabb egy ilyen plexi, úgyhogy többet soha terepre nem viszem, meg hát ugye egy az, hogy sérülékeny, tehát összekarcolják a bozótos, mi egymás, mert a Zsolti ugye aszfalton használja a jószágot, úgyhogy ő neki mindenféleképpen praktikus lesz. Hát egyelőre most gép melegszik, reméljük, hogy holnap még egy kicsit ráfűtünk, hogy a műanyagok könnyen jöjjenek széllyel. Jelen esetben, hát odakint van mínusz 5, ide bent meg, hát nem is tudom, 2, 8 azt hiszem, ja, 3, 1. Jó. Úgyhogy, hát majd azért egy kis fűtést csak csinálni kell. És szerintem ennyi. Úgyhogy hát innen folytatjuk Zsoltival, hogyha megérkezik holnap reggel. Na jók legyetek. Hej, hó. Na, hát csak azért, mert szóba került, meg amúgy is már hozzáfogtunk a munkához. Hát... mutatom, hogy Zsolti dolgozik a saját gépén, tehát ahogy írta annó a hozzászólásban, hogy nem ért a műszaki dolgokhoz, nem lehet neki elhinni, mert megcsinálja, csak mondani kell, hogy mit és hogyan. De már most itt tartunk, hogy az eleje föl van emelve, és majd mindjárt cseréljük kifele a fékerő elosztót. Az előbb a variátorban kicseréltük a hátsó csúszkákat, hát itt már az egyik oldal elég szépen el volt neki. Bár biztos, hogy bírt volna még többet, de raktunk be egy újat, hogy meglegyen. Ülésfűtés ugye előkészítve, meg még majd a plexi föntre. És a variátor fedelek már visszarakva, mind a 9 csavar. Szóval azt mondtad, hogy csinálod. Csinálod. Csinálom. Csinálod. De alakul. Ja, az hozzátartozik, hogy Zsolti szedte le innen a műanyagot erről az oldalról, a másik oldalt azt én megmutattam első körben, hogy hogyan kell, meg hogy hogyan nem. De haladunk szépen a munkával, úgyhogy néhány nap és szerintem készen lesz. Így van, jól látjátok, Zsolti csinálja, én csak videózom. Már amit lehetne látni innen a képernyőből, de van egy segédünk is. Én meg közben itt forrasztom még az ülésfűtésnek a vezetékeit, ugye a toldást belerakjuk. A fék az elkészült, az úgy néz ki, hogy most már végre működik normálisan. Úgyhogy hát ténylegesen ki lett cserélve benne a vezérlő rész, meg a... hát így kompletten, vezetékestől, érzékelőstől. És úgy néz ki, hogy jó lett, le lett légtelenítve, ülésekben már benne van a fűtőpárna, vissza lett tűzdelve, meg ott a másik ülés, az is készen van. Úgyhogy haladunk ezerrel, még néhány óra is remélhetőleg végzünk, de hát hiába, jó munkához idő kell. És legalább Zsolti segít, hogy haladjunk jobban. Ebbe is jó vagyok. Ebbe is. Így van, úgyhogy... No, a gép már megint az asztalon, már a kábelek mennek befele a helyére. Ezek meg itten... Zsolti tanulja, hogyan kell vezetni gépet. Szabályos Y, sávon belül megfordulni. Amúgy, ha valaki akar ilyen kis gépet venni, nagyon frankó, megy, mint a bolond. Csak most le van butítva direkt azért, hogy nehogy itt kárt tegyen bármibe is. De amúgy 50-nel gyönyörűen tud hasítani, és 23 ezer forint, úgyhogy nem egy hatalmas pénz érte. Egy darab aksival. Na! Gyorsan nézzük végig, mi a helyzet. Plexi tartók már fönt vannak, ugye Zsolti fölrakta őket az előbb, ahogy láttátok. A
fűtés kapcsolók ülésfűtésnek föl lettek téve ugyanúgy, mint az enyémre, oda szépen előre. Itt a fejrészbe ott szépen elfért ugye a relé része neki a kapcsolóknak, és igazából itt már csak a kábel köteget kell elhozni egészen ide hátra a hátsó ülésig, hogy ott már hozzá lehessen az üléseket csatlakoztatni. Hát itt majd mindjárt még végigfűzzük, aztán onnantól már akkor az a része is kész van neki, utána akkor itt szépen megy vissza az összes burkolat, megy még rá, akkor a plexit szépen beállítjuk, hogy jó helyen legyen, és elméleti síkon egyelőre készen van, és reméljük, hogy minden jó is. Hát eddig, ami a legörömtelibb dolog, mondjuk ez oldalt vissza van téve a burkolat, még ez oldalt szabadon van, de várjatok csak. A Lidl jó voltából, ugye itt van bent az új fékszabályzó, a túlsó végén ugye ott van rajta az új kapcsoló, gyönyörűen működik. Itt még ugye lóg lefelé a vezeték a ülésfűtéseknek, ez majd megy erre a vastagra, ami a szivargyújtónak a tápja. Ugye ez le van védve egy 15-ös biztosítékkal, úgyhogy ezt nyugodtan lehet használni, és ráadásul ugye itt csak gyújtáson van áram, úgyhogy nem kell félni attól, hogy esetleg rajta marad az ülésfűtés és leszívja az akkumulátort. Aztán azt mondja, hogy van egy olyanunk, hogy gyönyörű szépen úgy, ahogy húzom neki a kart, végre kapcsol rendesen. Hát a lábat egy kicsit jobban meg kell lépni, mint ahogy alapból is, de az is kapcsol, és végre most már, hát ez is azt mondom, hogy könnyebb, vagy puhább, mint volt, nem 100%-os, de meglátjuk, hogy használat közben fog-e még esetleg rajta javulni valami, hát amennyire tudtuk légtelenítettük, hát még lehet, hogy fog belőle a levegő majd kijönni, meglátjuk egyelőre. Na persze, hát a kutya, mert ő is kell ide nekünk. Na, úgyhogy innen folytatjuk. Persze. Mosolyogjál. Na, úgy néz ki, hogy este 9 óra. De megcsinálta. De megcsinálta Zsolti nagy nehezen. Sok nyöszögtete és hatására végre hajlandó volt és megcsinálta. Végül kicseréltük neki bolhákra azokat a csavarokat, mert nem igazán volt olyan szép. De ennek a szerkezetnek a beállításával ment el majdnem a legtöbb idő igazából, úgyhogy hát így laza 13 óra műtét, de meg lett csinálva a plexi, ki lett cserélve a fékmunkahenger, meg lett csinálva az ülésfűtés, és még a variátorban a csúszka is ki lett cserélve, úgyhogy most még megyünk, aztán tesszük föl az autóra, és még Zsoltinak hazavisszük, úgyhogy még egy kevés hátra van a mai napból, de már a nehezebbik része kész van, most már csak a hangunk fog elmenni, mert azért kezd megint hűvös lenni, hát odakint már mínusz egy, ide bent még van, szerencsére 10 fok, azért itt még megy a fűtés valamennyire. Na, úgyhogy még lehet, hogy folytatjuk, meglátjuk, még be kéne indítani, hát ha működik. No, hát már másnap reggel, tényleg egy kicsit azért elhúzódott a tegnapi munka, de úgy néz ki, hogy sikerült tényleg megcsinálni rajta mindent, amit elterveztünk. De majdnem éjfél lett, mire hazaértem, ugye még visszavittük Zsoltinak a gépet. Úgyhogy hát most már megint minden visszakerült a helyére, hát majd még egy kis rendezgetés. És hát tényleg a plexivel ugye az van, hogy gyárilag ehhez adnak többfajta felfogató konzol, de hát így ugye, amikor már az ember másod vagy harmad kézből kapja, akkor általában ezek már nincsenek meg hozzá. És az övén is már sajnos nem az a konzol volt, ami a 800-as vagy 850-eshez való, hanem a kisebbekhez, viszont szerencsére én, akitől vettem, ő neki még megvoltak a konzolok és ideadta, hát én ugye már nem akarok 850-est, úgyhogy mondtam Zsoltinak, hogy akkor az övé lesz. Nekem meg cserébe hiányoznak belőle a távtartók, úgyhogy azt majd valahogy majd megoldom, hogy ha megy föl a gépre, akkor a helyére kerüljön minden. De hát ténylegesen azt hittük, hogy az lesz a legkönnyebb, hogy csak azt fölpattintjuk és akkor hajrá, de hát cserébe azzal ment el szinte a legtöbb idő. Az ülésfűtés tökéletesen működik, mind a kettő, úgyhogy sikerült is normálisan bekábelezni.
variátorban jó lett a csúszka, viszont az a búgó hangja még sajnos továbbra is megvan a gépnek, úgyhogy azzal majd valamit ki kell találni, hogy pontosan mi lehet. Én még nem találkoztam ugye ezzel a jelenséggel, úgyhogy ez még én nekem is újdonság. Hát a szerelők majd, akik már foglalkoztak vele, azok biztos, hogy tudnák, hogy mi az oka. Mert igazából lassulásnál, tehát az, amikor motorfékkel lassul visszafele a gép, akkor van neki egy ilyen búgó hangja. Nem tudom, előbb-utóbb ki fog derülni, hogy mi okozza. Aztán mi volt még? Ugye a fék az végre működik normálisan. Kapcsol a féklámpa is rendesen most már rajta. Úgyhogy ennyi, hát egy jó kis egész napos program volt. Ezúttal is köszönöm Zsoltinak, hogy jött aztán segített, amiben tudott. Így azért valamennyivel gyorsabban haladtam, mintha csak egyedül, meg hát ugye alapból a féknek a légtelenítése az ténylegesen kétemberes. Azt egyedül nem igazán lehetséges megoldani. Úgyhogy, hát ez a rész ennyi volt, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz még a folytatás. Előbb-utóbb, ha minden jól megy, bár nem akarom még nagyon a poént lelőni, de úgy néz ki, hogy a hűn áhított 625-ösöm az hamarosan érkezni fog, és ha minden igaz, akkor dobozban, tehát nem összeszerelt állapotban, vagy nem teljesen összeszerelt, hanem ugye úgy, ahogy a gyárból elküldik. Erre úgy néz ki, hogy Szlovákiában van lehetőség, hogy az ember így megvásárolja. Sajnos itthon alapból az L7-esre is minimális a lehetőség. Úgyhogy hát meglátjuk, hogy mi lesz, ez remélhetőleg hamarosan ugyancsak egy film formájában majd jelentkezek vele. De addig is jók legyetek, menjetek vadozni, jó hideg van, úgyhogy hajrá mindenkinek! Levessünk, ahogy csak bírunk mi magunkon, minden mindig, de a lényeg, hogy legy az úton. Kállát repeszek a színfalában, ez van, én nem tudom mi.